Pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Hegedűs D. Géza, Kossuth Díjas színész, rendező, osztályfőnök. Kevés olyan színész van, akinek PhD-je is van. Neki aztán világon mindene van. Hétfő van és itt van. Ugyan arra számítottunk, hogy a héten a fülszöveg előbe is benne lesz, mert gondoltam, hogy miért ne legyen önöknek egy karácsonyi ajándék, de akkor jött a hegedűs, és aztán pitty. Ő neki a Lír király fontosabb. Mi még mindig itt leszünk, amikor a Lír király már sehol nem lesz. Lír király, amióta megszületett van, Péter. Nem, 1606 óta én most van. Dühös vagyok a Lír királyra, mert kiütött minket. 1606-ban mutatták be, pont így, karácsony táján, első Jakabnak, képzeld el, akkor az első törölve, tehát az, mert volt egy Jakab előtte, a csodálatos Erzsébet királynő utódjának mutatták be először az új király. De hogy lehet egy darabot például zoomon próbálni? Tehát ezt magyarázd meg nekem, mert mindenek van határa. Igen. Nekem ez a zoom-zoomolás már képzeld az agyamra el, megy. Én vagyok a host, vagyis én hívom meg az összes kollégát. Ma délelőtt például, tehát beírom a zoom meghívóba a rendezőm nevét, Zsámbéki Gábort, beírom továbbá a három lányom nevét, akik Ónodi Eszter, Pelső Ciréka és Tóth Zsófi. Jó szereposztás. És én bekapcsolom, hogy már rajta vagyok a Zoom felületemen, és egyszer csak lépnek sorra be ők is mindannyian, és a Gábor ül otthon az ő dolgozószobájában, mindenki a maga terében, és elkezdünk a szöveggel víbelődni, foglalkozni. Gábor mondja, hogy mondjad, elmondja, hogy hogy képzeli. Az történt ugyanis, tudod, hogy mielőtt befejeztük volna a szemtől szembeni valóságos színpadi próbát, mert fel kellett függeszteni a járványveszély okán, akkor rögzítettük mi ezt egy kamerával, ezt a próba állapotot. Ez mindannyiunknak elküldte a színház adminisztrációja, otthon nézhetjük, Gábor is nézi, és ennek alapján olyan, mint egy edző, tudod, amikor visszanézi a látottakat is, akkor elkezd, figyeled, látod, itt ezen a ponton rámutat erre, arra, amarra, közben pedig már kész lett, már benn áll, képzeld, az eredeti díszlet ott van benn a színpadon. Látod, hogy ott van, mert a fotóját is elküldték, akkor, mikor még a próbát fölfüggesztettük, nem volt. Tehát ott vár bennünket éhesen. Eredetileg milyen dátumra van kiírva a bemutató? Hát képzeld, tegnap lett volna a bemutató. És ma játszottuk volna másodszor. És olyan reménytelen, be van írva a naptáramban mindig a műsor, és... A naptáram össze van kötve a térképpel, aki mindig fél órával előtte figyelmeztet, hogy vagy még egy kicsivel hamarabb, hogy mindig hogy merre, a reális merre idő, induljál. Most indulj el, és 27 perc alatt odaérsz, és így tovább. És ez mindenes, direkt hagyom, hogy pittyegjen, jelezze. Igen, tudom, ez most, kellene, a lelked, most ez a, kellene indulni. Ez ahogy más színészek mondják, a színházi csengő. De ez is tartja végül is, ez olyan jó, mert nem szakadtunk el a darabtól, nem szakadtunk el a szövegtől egymástól, és dolgozunk, tehát itt egy előrelépés van, egy minőségi előrelépés, még ha mindenki a maga terében, de egyszerre mégis egy felületen mindannyian. Van előrelépés, mint osztályfőnök is? Hát vagy képzeld el, osztályfőnökként befejeztem a fél évet a múlt hét végén. Milyen eredményekkel? Csodálatos munkát csináltak. Minden tanártársam végig tanította a fél évet. Levizsgáztak énekből, levizsgáztak mozgásból, levizsgáztak beszédből. Mindez rögzítve van. Dokumentálva van, archiválva van. Ez mindig itt szokott lenni, vagy csak most a pandémia miatt? Egyébként élőben szoktuk tanári kar előtt, de itt is a Zoomon is a tanári kar előtt lehet vizsgázni természetesen, de élőben.
és a rögzítése minden alkalommal egy kamerával rögzül mindig minden vizsga, és az egyetem könyvtárába van elhelyezve, hogy ott legyen örök időkre, őrizve, dokumentálva, hogy ez a vizsga megtörtént. Adminisztratíve is vannak nyomtatványaink, amelyeket mi kitöltöttünk, igazoltuk, leosztályoztuk a gyerekeket, viszont a Neptunba, amivel az fel van függesztve, ezt sajnos nem tudtuk megtenni. De a Neptun mi... nem egy Istenről van szó, hanem az egyetemi oktatás egyik... A digitális adminisztratív felülete minden egyetemnek, ahol nyilvánosan ott az ember meghirdetheti a vizsgáit, meghirdetheti, mik között választhatnak a növendékek, bejegyzi az éppen oktatott. Itt található tulajdonképpen a régi megszokott indexnek a... Így van, ez a digitális felülete. Most hát erre nincsen mód, mert zárolva van. Minden esetre mi papír alapon ezt megtettük. Képzeld el, hogy történik, azért tart továbbra is, tehát nem szakadt el az egyetemi közösség, az úgynevezett tanköztársaság nem szakadt el egymástól, holott ugye a felfüggesztés okán az épületeinket el kellett hagyni, sőt, képzeld el, hogy most megjelent egy folyóirat, amely már 780 forintért meg is rendelhető. Ez nem a reklámhelye, kedves nézők? Nem. Tényközlés, diáklapról van szó. Igen, viszont az a címe, hogy az utolsó szám, és összesen 66 oldalnyi szöveg, ebben képzeld el, ez hogy... Ez nyomtatott formában, vagy elektronikusan jelent meg? Nyomtatott formában fog megjelenni, de elektronikusan is ugyanígy hozzá lehet majd jutni. Az a szép az egészben, hogy a diákok publikálnak benne. Ez mindig volt egy folyamat, 1955 óta, hogy van egy ilyen periódika, az volt korábban a címe, hogy a Sirály, ami a csehov darabjára utaló Milányos. Volt, de most a tanköztársaság az utolsó szám címmel jelentette meg. Ebből idézném csak a szerkesztőségnek a beköszöntő. Az utolsó szám, kérdőjel. Nem az utolsó szám, hanem az első. Az első szám az száma az utolsó számnak. Az utolsó száma ellenállásunk első felvonásának. Az utolsó szám egy fordulópontot jelöl. Ellenállásunkat. Eddig épületekhez, terekhez kötöttük, de ezeket a tereket elvették tőlünk, kénytelenek vagyunk fiktív tereket létrehozni. Az utolsó szám egy ilyen tér, amely képes megőrizni a szellemet, amit az elveinkért való kiállással teremtettünk, és alkalmas arra, hogy megvitassuk egyetemi ügyeinket és közös jövőnket. Egy olyan kiadvány, ami nem valami ellen szól, hanem valamiért, az egyetemért. Bízunk benne, hogy az egyetem urai is, a rektor, és sorolhatnám mindenki ugyanígy veszi. 2:44 van, és Péter, már a könyv ki is nyilat, halljuk. Hát akkor ez az a helyzet, hogy túl fogunk futni az időben. Nem fogunk, mert a következő már itt igen, áll. De mégis elhoztam Jánusz Pannoniusnak egy versét, búcsú várattól. 1458 telén írta Jánusz Pannonius latinul. A tél jelenik meg ebben. Hivatkozás van Mátyás királyra, meg nagy királyainkra, akik Váradon voltak. Jussunk fel legalább a feléig. Eljutunk a végéig. Még mély hó települ a téli földre, erdőn, mely csak a zöld levélre büszke, szürke súly a ködös fagy zúzmarája, s el kell hagyni a szép körös vidékét, és sietni Dunánk felé, urunkhoz. Hajrá, fogjon az út, társak, siessünk!
Nem tart vissza folyós, az ingovány sem, mert fagy fogja hideg vizét keményen. Hol nemrég evezett a föld lakója, s félt, most hegyke bizalmú fürge lábbal megdermet habokat fitymálva lépked. Hajrá, fogjon az út, társak, siessünk! Nem siklik soha úgy a lenge csónak, jó sodrásban, erős lapátcsapástól, még akkor se, ha fodrozó Zephyrus bíbor színűre festi át a tengert, mint ahogy lovaink a szánt repítik, hajrá, fogjon az út, társak, siessünk. Hőforrás vizeink, az Isten áldjon, itt nem ront levegőt a kénylehellet. Jó timsó vegyül itt a tiszta vízbe, mely gyógyítja szemet, s ha fáj, s ha gyenge, és nem sérti az orrodat szagával. Hajrá, fogjon az út, társak, siessünk. Könyvtár, ég veled, itt a búcsóra. Híres könyvei drága régieknek már főbusz patarát elhagytas, itt él. Költők isteni pártfogói múzsák, többé nem szeretik Kasztáliát már. Hajrá, fogjon az út, társak, siessünk! Isten áldjon aranyba vont királyok, kiknek még a gonosz tűzvész sem ártott, sem roppanva dűlő fal omladéka, míg tűzláng dühe pusztított a várban, s szürke pernye repült a kormos égre. Hajrá, fogjon az út, társak, siessünk! S rőt fegyvert viselő lovas királyunk, hős, ki bárdot emelsz a jobb kezedben, márvány oszlopokon pihenve egykor bőnektárt verítékezett a tested, útunkba te nemes lovak, segíts meg, hajrá, fogjon az út, társak, siessünk! Kedves nézőm, a pontos idő 8 óra 45 perc, ez annyit jelent, hogy az elmúlt 15 percben Hegedűsdé Géza, Kossuth Díjas színész, rendező, osztályfőnök volt stúdiónk vendége. Mielőbb visszavárunk, és addig is neked kellemes karácsonyi és boldog polgári új esztendőt kívánunk. Addig már nem találkozunk, szilveszteri? Akartunk találkozni, már még egyszer, nem tudom, majd megnézzük. Olyan jó lenne, egy boldog új esztendőt kívánunk. Találkozunk. Kedves nézőim, előzetesek, és már is jövünk vissza. A következő vendégünk Jénémet Erzsébet, Budapest főpolgármester helyettese. Tartsanak velünk!